Akkor első körben szeretnénk köszönteni Dr. Juhász Dórát, aki ez a teljes neved. Igen, annyira fura egyébként, nem tudom megszokni, de köszönöm szépen. Szóval szeretnénk megköszönni, hogy elfogadtad a felkérésünket erre az interjúra. És most itt ülünk a California Café Company-ban. És első körben szeretnének megkérni, hogy kicsit mesélj magadról, hogy azok számára is érthető legyen, akik esetleg nem, nincsenek oda a tisztában, hogy te miket csinálsz szabadidőben, vagy miért pont téged választottunk. Hát na, ez utóbbit ezt nem tudom pontosan, de alapvetően a Semmelweis Egyetemen végeztem idén júliusban, és emellett, ami egy számomra szívemhez közeli fontos tevékenység, az tulajdonképpen a blogolás, és idestova 6 éve körülbelül blogolok különböző csatornákon, egyrészt Instagramon, másrészt YouTube-on is. Itt egyrészt az a célom, hogy egy kicsit az egészségügy világába kalauzoljam az embereket, másrészt pedig, hogy egy egészségesebb életmódot és szemléletet tudjak átadni másoknak. Értem. Tehát akkor most júniusban diplomáztál, és ezzel kapcsolatban milyen irányba szeretnél tovább menni, vagy jelenleg most milyen tevékenyeket? Jelenleg ebben a pillanatban várom az Sokki Kórház visszajelzését a belgyógyász rezidensi jelentkezésemmel kapcsolatban, ami egy távoli célom, hogy nagyon szeretnék endokrinológus lenni. Egyrészt mert baromira érdekel a terület, és nagyon szívemhez közeli a téma, másrészt pedig, mert azt gondolom, hogy Magyarországon elég nagy hiányban vagyunk ilyen téren, úgyhogy így sok. Akkor szeretnél tovább tanulni ilyen szempontból? Abszolút, tehát ez számomra nem is kérdés, hogy állandóan szeretnék szakmailag fejlődni. Viszont nagyon fontosnak tartom azt is, hogy más területeken is, úgyhogy így a diplomaszerzés után most elvégeztem egy életmód és táplálkozás tanácsadói képzést is, illetve a jövőben még egy lányegyzsim irányú is nem szeretném elmondani. Akkor több terved is van. Mondhatjuk, igen. És jelenleg akkor hogy telik egy napod? Most jelenleg, ugye mivel várom a visszajelzést így a kórháztól, ahová jelentkeztem, ezért még csak az életmód és táplálkozás tanácsadói munkámmal foglalkozom, így tulajdonképpen tanácsokat és étrendeket írok másoknak, illetve jelenleg cikkeket írok. Ez azt jelenti, hogy nagyrészt külföldi szakirodalomból összeullózgatok, és így a saját tudásomat beletéve különböző cégeknek és blogoknak írok össze cikkeket. Illetve nyilván a saját blogjaimat is vezetem, ide is egyrészt írok, másrészt megfordítok is. Említetted, hogy 6 éve csinálod ezt a dolgot, hogy blogolsz, írod a cikkeidet. Ennek mindig része volt az egészséges táplálkozás, vagy ez később csatlakozott hozzá? Majdnem egy időben indult, mert amikor én megcsináltam az Instagramomat, ez volt így a kezdő hely, akkor tulajdonképpen azért is kezdtem el ezt vezetni, hogy kitegyem, hogy úristen, edzettem, úristen, egészséges kaját csináltam. És talán az első két posztom volt, ami nem ilyesmi, hanem mondjuk csináltam sütiket, és akkor nagyon büszke voltam magamra. De utána sokkal inkább ennek a dokumentálása volt. Akkor az Instagrammal kezdted, és az hogyan fejlődött tovább? Hát először ez egy abszolút személyes Instagram volt, tehát nem volt egy szándékos dolog, hogy úristen, én most akkor blogger leszek és csinálom mindezt, hanem valahogy a személyes profilnál azt vettem észre, hogy hoppá, valaki bekövetett, akit nem tudom, hogy kicsoda, és akkor úristen, lehet, nem tudom, ezer ember, aki így velem tart, és valahogy így magától alakult ez az egész, és nem volt tudatos, vagy nem volt teljesen szándékos ez az egész. Egyébként közben már nem tudom, hogy semmit kérdeztél. De az eddig is tudott volna, hogy az Instagramon indult az egész, mint kiderült én is tudatosan, de hogy fejlődött tovább, ugye most van másik fajta blogod is, hogy elfelejtettem, meg YouTube-on is tevékenykedsz, hogy ez hogy alakult ki? Most tudom, nyugodtan érdekel. Tehát így Instagrammal indult ez az egész, és ott tulajdonképpen először abszolút nem tudatosan azt vettem észre, hogy úristen, ennek az emberek. Aztán nyilvánvalóan elkezdtem aktívan azon dolgozni, hogy lehetőleg tényleges tartalmat és értéket tegyek ki, ami másoknak is hasznára válhat, és ezzel nyilvánvalóan sokkal inkább jöttek mások. Elkezdtem tényleg többekhez szólni, tehát egy kicsit tudatosabban kezelni mindezt, és utána rájöttem azt is, hogy imádom használni az Instagramnak azt a funkcióját, amikor videóban az ember dumál másokhoz, és sokkal közvetlenebb az egész, és hát rájöttem, hogy akkor lehet, hogy egy YouTube csatornát is elindíthatnék, mert ott aztán full time ezt csinálom, úgyhogy így indult a YouTube. Van igazából saját blogom is, de ez csak tényleg így, csak úgy, hogy legyen mégiscsak. A más blogokról meg egyszerűen csak megkeresnek e-mailben, hogy akkor szeretnék, hogy írják neki cinket, és akkor ezt így megbeszéljük, és már nem a többségében. Egész jól hangzik.
Hát nagyon szeretem, tehát egyrészt grafomán vagyok, másrészt meg állandóan velem áll a szám, szóval, hogy... És akkor ugye említetted így most, hogy próbálod megtenni az egyensúlyt az egészséges életmóddal kapcsolatban, hogy erről tudnál akkor egy kicsit beszélni, hogy... Igen. Pontosan, hogy is elhet a témához. Igen, tehát régen egy nagyon-nagyon szigorú, mind diétás, mind sportoláshoz köthető ilyen rezsimet követtem, tehát magamhoz nagyon szigorú voltam. És először nem vettem azt figyelembe, hogy az egészségnek nem csak úgymond testi oldala van, hanem abszolút van egy mentális része is. És az a helyzet, hogy ettől így besokaltam, tehát hogy egyrészt ott voltam másodévesként, ez szerintem nagyon sok orvos és szemmelvejszer, és bármilyen egyetemista, vagy bárki átélheti, hogy önmagában a súly és a tanulás is elég stressz volt. És emellett még magamra tettem úgymond azt a nyomást is, hogy úristen, meg kell felelnem, úristen, nekem tökéletes étrend kell, nekem fogynom kell, nekem izmosodnom kell, és rájöttem, hogy ez engem nem tett boldogást, hogy egy ennyire drasztikus irányba mentem el, és az egészségem is, a tanulmány eredményem is mindent megsínlette. És aztán rájöttem arra is, hogy ezt a vonulatot is nagyon szeretném másokban erősíteni, hogy fejben is ott legyenek, és hogy legalább annyit ér azt, hogyha lelkileg egészségesek vagyunk, mint a testben. De én is azt hiszem észre egyébként, hogy nagyon sokan vannak olyanok, akik elkezdenek egy ilyen irányba menni, és így belefásulnak, hogy akkor most nekem teljesen tökéletesen kell teljesítenem, hogy csak ez, csak az, és tényleg így elveszik az egésznek a lényege, és hogyha nem tesz boldog, de akkor nem tudok ezzel. Igen, meg alapvetően azt vettem észre, hogy sokkal többet tudunk letenni az asztalra akkor, hogyha mi tényleg jól vagyunk, és hogyha nem azon aggódunk állandóan, hogy úristen, most mennyire gázak vagyunk, és most mennyire rossz, amit csinálunk, hanem hogyha tele vagyunk tervekkel, hogyha motiváltak vagyunk, hogy megyünk előre. Úgyhogy én nagyon szeretem azt a mondatot követni. Akkor most teljesen elégedett és boldog vagy az, ahol ez a dolog jelenleg áll. Nézd, soha nem fogom átvenni az embereket, soha nem mondom azt, hogy nekem minden percem tökéletes, hogy én tökéletesen élek, hogy én állandóan fejben egy ilyen kis mosolygó napsugár vagyok, és unikornisok ugrálnak a szobámban, és ilyenek, de nyilvánvalóan megvannak a magam rossz percei, megvannak a magam tök rossz cselekedetei. De ezzel együtt van egy tendencia, és van egy irány, amit követek, és soha nem felejtem el tényleg a céljaimat, és ez nagyon sokat tud segíteni. De arra gondolt még itt a kérdésre kapcsolatban, hogy ahol ugye a blogod, amit jelenleg képvisel, hogy az alapon annál teljesen most. Alapvetően igen, mert nekem soha nem a marketing vagy ilyesmi szempontok azok, amik számítanak. Soha nem vezérel azt, hogy most akkor hány ezer emberrel legyen több, vagy tényleg mennyi pénzt tudnék ebből leakasztani. Abszolút nem ez vezérel, hanem az, hogy ott a többiek is jól érezzék magukat, és én is jól érezzem magamat. És ebben meg igen, azon elégedett vagyok. És hogy azok után, hogy minél a számú követőt elértél, és mondtad, hogy elkezdted arra figyelni, hogy minél inkább értéket képviselj azon, amit csinálsz. Nem érzed úgy, hogy ezzel kicsit így elvesztette a személyes vonulatát, amivel elég volt ez a dolog? Vagy nem. Ez a... Hogy fogalmazom meg? Hogy ez a... Úgyhogy először csak magadnak csináltad, hogy de jó vagyok, ezt meg ezt megcsináltam, viszont így nem... Gondolhat ezt az ember, hogy ezzel nem magadnak, hanem sokkal inkább másoknak csinálod, és így gondoltam azt, hogy elvesztem a személyes részét. Annyiban nem, hogy egyrészt mindig benne maradok én is, másrészt pedig, hogy tulajdonképpen a saját fejlődésemet és az utamat is dokumentálom. És az, ahogyan én törekszem arra, hogy elérjek dolgokat, ahogyan kergetem a céljaimat és megyek előre, azokat teszem ki, tehát én is benne maradok, és én is úgy érzem, hogy ezáltal tudok fejlődni, mint ahogy egy hatalmas utat jártam be azokkal az emberekkel, akikkel itt Instagramon ismerjük egymást, vagy találkoztunk, és azért mindig benne maradok valahogy ebben a történetben én is. És Instagramon így most akkor van pár ember, vagy olyan közösség, akiket igazából az Instagram miatt ismertél meg? Abszolút, kialakult egy baráti kör is, akikkel most már rendszeresen szoktunk találkozni, akikkel számolhatok is tényleg, tehát hogyha mondjuk problémánk volt, akkor ott volt a másik, meghallgatta. Amikor például nyáron volt egy ilyen nehezebb időszakom nekem is, akkor például egy kicsit úgy eltűntem a közösségi médiáról, hogy tényleg rendezem a soromat, minden, és például ez a barátnőm ott volt az ajtóm előtt és kopogtatott is, és nem hagyott békén, és de teljesen jól tette, tehát hogy abszolút számíthatott rájuk tényleg. És ilyenkor, amikor épp valami közben jön, vagy hogy valamit nagyon csinálnod kell, vagy egyáltalán csak ugye mindennapjaidban, hogy az időd mindenre? Ugye most a tanulás, vagy esetleg, hogyha munka, vagy bármi, és még a blog, és még ezt is kéne, és még a másik. Szóval hogy tudod összerakni? Hát mindig azt szoktam mondani, hogy az embernek arra van ideje, amire akarja, és ez nem azt jelenti nyilvánvalóan, hogy nekem 866 órából áll a napom, hanem hogy a prioritások nagyon sokat számítanak. Például államvizsga előtti éjszaka, én másoknak az érettségi eredményével kapcsolatban, hogy próbáltam néhány biztos szót
kiadni magamból, de alapvetően nagyon fontosnak tartom azt, hogy beosztam az időmet, hogy körülbelül tudjam azt, hogy én aznap mit szeretnék elérni, hogy körülbelül erre mennyi időt szánok, mennyi az, amennyi reális. Tehát nekem erről mindig van egy ilyen körülbelüli tervem. És ezt próbálom igazából tartani magam. Azt nem mondom, hogy az alvás rovására mondom, hogy nem jelent. De hát miért van a kávé? Ti ezzel a mit csinálsz? Instagram, YouTube-ban rengeteg embert elérsz és motiválsz. Ezzel kapcsolatban milyen visszajelzéseket kapsz, hogy milyen gyakran, milyen formában? Egyrészt nagyon-nagyon pozitívakat, amiért nagyon hálás vagyok, és az azért, hogy álmomban sem hittem volna, tehát hogy most beszélek erről, de egy kicsit soha nem fogom felfogni azt, hogy tényleg hány emberhez ez eljutott, és hogy tényleg mennyi pozitívat kaptam ezáltal. Többnyire levélben, e-mailekben, néha személyesen is volt, hogy így álltam a buszon, zabáltam az almámat, és akkor így egyszer csak odajött egy lány, hogy úristen, te a Juhász Dóri vagy, nem én, meg így, de az vagyok. és elképesztettük a számomra teljesen hihetetlen. Ezzel együtt, amiben nagyon sokan nem gondolnak bele, hogy van ebben negatív vonulat is, mert azért így eléri az embert a bántás és a kritika is. Viszont ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy aki kiteszi magát az internetre, annak ezt vállalnia kell, és ez ezzel is jár. Úgyhogy meg kell tanulni kezelni, megszoksz magad. Mennyi idő telt el körülbelül a között, hogy elkezdted ezt tudatosan csinálni, és az emberek felé még jobban közvetíteni, és a között, hogy megjelentek az első negatív kritikák? Azt mondanám, hogy majdnem egy időben, mert már a legelejétől is, ha valaki észrevett, hogy úristen, nekem nem szimpatikus, nekem tudom én, ez az amaz dolga nem tetszik. Úgyhogy elég hamar, illetve nagyon nehéz itt határt szedni, hogy mindig voltak ismerősök, akik piszkáltak, a mai napig is vannak, akik Instagramon keresztül is mondjuk piszkálnak. És emiatt a dolog miatt? És tehát mi részben, és ők akkor is megvoltak. De ezt akkor is úgy voltam vele, hogy hát ennek ellenére egyébként nézi, amit csinálok, innentől az ő baja. Tehát, hogy így... Igen, így felvetül a kérdés, hogy nem tetszik neki, akkor miért nézi? De pont ezért egyébként abszolút ki vagyok ezzel békülve. Tehát, hogy én azt az állat vallom, nyilván nekem is van, aki engem mondjuk bosszantanak, nem tetszik, amit csinál, nem értek egyet teljesen, és őket egyszerűen nem nézem, nem követem, nem keresem, hogy hol tudnék beléjük kötni, mert YouTube-on egyébként, ugye, nyugodtan így elvegyem, nem tudom. Pedig csak egyet hagyod én is. Nem csak, tehát YouTube-on egyébként nem csak ezzel a egészséges táplálkozós futós témával vannak videóit, hanem például nem is jelented egy interjúkat. Ugye ez honnan jött, hogy így nem csak e felé a téma felé, hanem esetleg más témák felé is nyitott, elkezdtél nyitni. Én nagyon-nagyon szeretnék egyrészt tabu témákat, másrészt aktuális kérdéseket közelebb hozni az emberekhez, és ugye ennek nagyon nagy része, amiket csináltam interjúkat, egészségügyhez köthető. És nyilvánvalóan azért, mert egy nagyon szerencsés helyzetben vagyok azzal, hogy ezekbe egy más szemszögből is beleláthatok, illetve meg tudok szólítani esetleg olyan embereket, akikkel megcsinálhatom ezt az interjút. És nagyon fontosnak gondolom azt, hogy beszéljünk olyan dolgokról is, amik itt vannak a mindennapi életünk részei, de valahogy kicsit elsöpörjük és a sarokba tesszük, miközben igazából tényleg beszélhetünk. Mert teljesen igazolna egyébként. És még másik dolog, amit láttam a csatornádon, hogy te voltál kint Amerikában. Istenem, igen. Erről tudnál a pár szót mesélni nekünk, hogy ez honnan jött, mi is volt, miről szólt? Egyrészt minden ötödévesnek javaslom, tehát kezdjük itt. Másrészt nekem Amerika nagyon-nagyon régi, így a szívem egyik csücske, mert egy nagyon más világ, és nagyon tetszik egyrészt a hozzáállása az embereknek, másrészt meg tényleg azt érzem, hogy annyiféle kincs van az országban, és annyiféle dolog érdekel, szeretném megnézni, még most is egy szerencsére nagyon bejártuk, de még most is annyi mindent szeretnék ott meglátogatni. És amikor megláttam ötödében ezt a felhívást, hogy lesz egy ilyen ösztöndíj program, akkor így úgy éreztem, hogy most eljött az én időm. Megpályáztam, és sikeresen el is nyertem, úgyhogy tulajdonképpen egy majdnem 4 hónapra kiutaztam, hát úgymond lélek egyedül, 3 majdnem számomra idegen emberrel, akikkel egy lakásban laktam utána a Buffalo-ban. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez az Amerika engem teljes mértékben megváltoztatott. Egyrészt azért, mert azt gondolom, hogy nagyon sok mindent nyertem ott emberileg is, hozzáállás tekintetében. Azt gondolom, hogy sokkal nyitottabbá váltam, és hogy az emberek iránt is egyrészt türelmesebb, másrészt sokkal nyitottabb és kommunikatívabb lettem. És az, hogy most például így
beszélek kamerákba, az, hogy csinálom mindezt, ebben benne van egy nagy adag abból is, amit ott kaptam. És egyrészt megtanított tényleg egy kicsit így önállóságra is, nyilvánvalóan ott egy tök másik kontinensen kellett mindent megoldanunk, volt, hogy nem tudom, eldugult a konyhában a csap, és akkor a vízvezeték szerelőnek kellett ott elmagyaráznunk, hogy egyébként egy ilyen óriási babvonat az, ami így eltugítottam, hogy a srácok csibit készítettek. És egy ilyen fantasztikus élmény volt, és azt gondolom, hogy ez a mai napig bennem él is, és ez is hajt a mindennapokban. És mi volt a kiutazásod célja? Eredetileg az, hogy a hatodikom egy részét teljesítsem, hogy fú, akkor biztos majd nagyon sokat tanulok, de lexikálisan nem arra számítottam, hogy én emberileg fogok tanulni, hogy tényleg így tapasztalatban is. Azt kell, hogy mondjam, hogy amit megtapasztaltam, hogy Semmelweis Egyetemen maga az oktatás, tehát hogy amit tanítanak, az nagyon-nagyon sok és nagyon hasznos, fontos, és nem vagyunk kevesebbek tudásilag ezeknél az orvosoknál, tehát nem is azt mondom, hogy tudásilag kaptam sokkal-sokkal többet, hanem tényleg egy odafordulás tekintetében. Azt, hogy például nincs hülye kérdés, bármit kérdezel, azt díjazzák, az orvosok örülnek, hogy téged érdekel, elmagyarázzák türelmesen. A betegekkel is egy hihetetlen türelmes kommunikáció megy, és az a cél, hogy megértse. Az a cél, hogy elmagyarázzam, hogy ezért kezelünk, ez van vele, ezt várjuk. És ez fantasztikus, és ezt nagyon szeretném hazahozni ide. És tapasztalt esetleg más utazásbeli különbségeket így Magyarországban? Igen, egy kicsit gyakorlatorientáltabb, ami elég jó. Viszont azt is észrevettem, hogy valahogy a magyarok egy kicsit életképesebbek. Most ezt nyilván nem tudok általánosítani, és nem mondhatom azt, hogy mindenki minden, hogy amit én tapasztaltam, az amerikaiak sokkal inkább végtelenül szorgalmasan, hiszen ott ráadásul öldöklés vagy a helyekért, a pénzügyi dolgok miatt minden, de egy végtelenül szorgalmasan bevágták a dolgokat, és aztán ezt nem mindig tudták úgy használni, mint mi szerintem, aki kicsit így a józan paraszti, a diák intelligencia, ebben egyébként erősebbnek éreztem magunkat. Ha tehetnéd, akkor elmennél újra? Ha tehetném, akkor már most repülőre mennék, és egy-két hónapra kimennék, de utána meg gondolkodás nélkül visszajön most rá. Hát akkor nem maradnál ki hosszú távra. Nem. És ez is nagyon sokat segített. Én nem azt mondom, hogy régen külföldön szerettem volna dolgozni, akkor is Magyarországon, de régen egyáltalán elgondolkodtam azon, hogy milyen lehet külföldön, hogy tényleg tudnám-e csinálni, akár csak egy, nem tudom, néhány évre, és úgy jöttem haza, hogy nekem az a hazám, nekem itt kell dolgoznom, én itt akarok élni, hogyha tényleg nem arról van szó, hogy nem tudnék megélni, és nem tudom eltartani a családomat, ebben az esetben nyilván minden lehetőséget megragadnék, hogy ez én is máshogy legyen, de minden más esetben azt mondom, hogy nekem itt kell jót alkotni. Amúgy gondoltam arra, hogy is ott is soknak, nekem van egy ilyen nagyon komoly álmom, és a saját bőrömön tapasztaltam meg, hogy az Orvosi Egyetem, és alapvetően a Semmelweis Egyetem, meg bármi más, amit tanulunk, az nem egyszerű. Az nagyon sok kihívásra jár, és nagyon sokszor az ember egyrészt elbizonytalanodik magában is, meg abban is, hogy tényleg jó irányba tart-e. És ezzel kapcsolatban szerintem nagyon fontos az, hogy foglalkozzunk magunkkal is, hogy ne hanyagoljuk el azt, hogy mi hogy érezzük magunkat, és hogy mindig gondoljunk arra, hogy tényleg kik akarunk lenni, és mit szeretnénk elérni, és hogy mi mit ér meg. Úgyhogy igazából mindenkinek azt szeretném üzenni, hogy vigyázzunk magunkra, és hogy menjünk előre. Ez jó. Eddig, de a másik hölgy, akivel beszéltünk, ő is egy ilyen, tehát hogy ő is mondott ilyesmi bátorító dolgokat, de ez nagyon jó, hogy mindenki tényleg itt ér erre, mert ez, úgy érzem, hogyha van egyetem, ahol erre szükség van, akkor ez az. És ez megint csak az, hogy saját bőrömön tapasztaltam meg, hogy... Egyébként miért dönthetél az orvosi mellett? Hogy miért pont ez az irány? Ez fantasztikus. Én közgazdász akartam lenni egészen 17 éves koromig. Én emelt matekra jártam, matematika érettségre készültem már, hogy azzal fogok felvételizni. Fizikára tanultam egyáltalán, és úgy voltam vele, hogy akkor közgáz. Mert hogy igazából a tárgyak érdekelnek, az a közgázra vezet. És aztán volt egy nagyon kevés közgáz így a földrajzóra keretén belül, tényleg minimális, de ez pont arra volt elég, hogy én így rájöjjek, hogy Atya Úristen, ez sem egyre sem érdekel.
És akkor ott voltam 17 évesen, májusban, egy évben van az érettségig, hogy akkor mi az, ami mégis érdekel. És akkor így elkezdtem tényleg mindent összeszedegetni, úgyhogy most nem gondolok arra, hogy milyen lehetőségek vannak, hanem hogy én mit akarok, mit várok el. És akkor így szedegettem, hogy nagyon szeretnék emberekkel segíteni, állandó kapcsolatba kerülni emberekkel. Igen, nagyon érdekelt, hogy hogy működünk. Nagyon szerettem volna ténylegesen egyébként nehéz egyetemre járni, tehát hogy ahol tényleg tanulni kell, mert igazából nekem a tanulással kapcsolatban nem voltak problémáim, én szerettem új ismereteket így elsajátítani. És akkor így szeregettem, és akkor így az egész kiadt az, hogy hát az orvosi egyetem az így egyébként pont ilyen. És emlékszem, hogy így ültem a vacsinál, ezt így bedobtam anyuéknak, és így mindenki biztos, tehát így. És egy ideig csend volt, és akkor egy következő vacsinál meg így apukám egyszer csak így megszólalt, hogy amúgy ez nem is olyan rossz ötlet, Dóri, az a helyzet, hogy ez tökre illene neked. És akkor én is már így belül éreztem, hogy ez lehet, hogy most tényleg nagyon megtaláltam azt. És akkor nyilván jött ez, hogy egy évig, úristen, akkor gyors tanulás, bioszemeltre, fizika középre, akkor így úgy csakkozzunk, hogy bekerüljek. Ehhez például az kellett, hogy én nem hat tárgyból érettségiztem, hanem a németet még beemeltem, hogy az öt tantárgyi átlagom az jobb legyen, mert a fizikával egy kicsit kevesebb lett volna. És végül is sikerült, és az első anatómián, amikor ültem, ez nem egy tipikus dolog, hogy az ember az első anat gyakorlaton így ül, és azt érzi, hogy most pont ott vagyok, ahol lennem kéne, és hogy tényleg jó helyre kerültem. Nagyon jó. Így lettem sotés. És akkor nem bántad meg az okosan? Nem, és volt egy ilyen kérdőív, hogy újra ide jelentkeznék-e, és újra ide jelentkeznék, maximum egy más fejbeni hozzáállással, tényleg odafigyálom magamra, de kérdés nélkül ezt választanám, mert tudom azt, hogy semmilyen más szakma nem tenni, mire teljesen is voltak el. Ennek ellenére volt olyan pillanat, amikor azt érezted, hogy kész, vége, feladod, nem kell, elszöksz valahova, vagy kell? Szerintem minden szigorlat előtt ezt így a családom alatt, én elmegyek, én ezt nem tudom, úgyis megbukok, és semmi nem fog sikerülni. És ilyenkor van az, hogyha viszont az embernek nagyon pontosan megvan a célja, hogy én tényleg ezt akarom, és van mihez visszanyúlni, tehát nem az, hogy külső nyomás hatására akarok orvos lenni, azért akarok orvos lenni, mert az menő, mert az akármi, akkor ha mindig ide vissza tud nyúlni, akkor mindig megmarad az, amit ön elhozott. Az egészséges étrend, az nekem mindig az életed része volt. Nem, nekem, és ez mondjuk megmaradt, hogy a rántott sajt a kedvenc ételem. De hát alapvetően az első, tehát a kiinduló pont az volt, hogy nem voltam elégedett saját magammal, és mindenképp fogyni kellett meg, hát a diéta volt a legmenőbb dolog, és minden. És tulajdonképpen így indult az, hogy kicsit átkonvertáltam a dolgokat, és akkor jött a brokkoli meg társai, és rájöttem, hogy egyébként én nagyon-nagyon szeretem ezeket a dolgokat, viszont ezzel együtt nekem szükségem van a rántott sajtra is nézni. Tehát, hogy így kicsit inkább alakulgattak a dolgok. És mit tanácsod azoknak, akik így épp most vannak abban a szakaszban, hogy elkezdenek erre az útra lépni, kicsit egészségesebben érkezni, kicsit jobban odafigyelni erre, hogy mit csinál, mit teszik az ember? Én mindig azt szoktam mondani, hogy apró lépések, és hogy nem feltétlen kell drasztikus dolgokat, hanem mondjuk tényleg csak mondjuk csökkentem a bevitt cukor mennyiségét egy kicsit, mondjuk a tányéromon a sült krumpli egy részét lecserélem zöldségekre. Azokra a zöldségekre, amiket szeretek, nem kell olyat ennünk, amit utálunk, amit nem bírunk, keressük meg azt, amit tényleg élhetőnek érzünk a magunk számára. Használjunk mondjuk nem 8 kanálolajat egy hús elkészítéséhez, hanem egy kicsit kevesebbet. Igyunk mondjuk citromos vizet, kis pacsal citromból, nem tudom, kóla helyett, és hogy apró lépések, és nem is feltétlenül egyszerre, hanem tényleg mondjuk, nem tudom, építsük be azt, hogy akkor a cukros üdítő cseréljük le, vagy építsük be a plusz zöldségeket, és így lépésről lépésre nem kell ezt úgy, hogy akkor mostantól én csak salátát eszem, és akár. Instán láttam, hogy neked vannak ilyen egész komplex ételeid is, amiket kire, hogy ez nem tart olyan sokáig elkészíteni, esetleg kicsit így motivációt vesz a végére, vagy így nem tudom, a saját tapasztalatot mondom, hogy én úgy vagyok vele, hogy tök szívesen főzök, csak olyan sokáig tart, olyan hamar elfogy, és így nekem az ilyen lesz, hogy egyrészt én ezen élem ki a kreatív hajlamaimat, ez is úgy jött, hogy másodévben, hogy máshogy validáljam azt, én nagyon szeretek rajzolni is, de hogy máshogy validáljam, hogy én most itt kreatívkodok, mint hogyha főzök, hiszen enni kell, tehát akkor főzni kell, és akkor egy kicsit ez volt így az ilyen kifogás, hogy akkor miért vagyok mégis ott a konyhában és alkotgatok, egyrészt. Másrészt nagyon türelmetlen vagyok, és általában főzés közben kajálok, vagy ilyesmi, tehát hogy azért ez is benne van, és akkor úgy egyébként jobban eltelik az idő, úgyhogy de a válasz az úgy azért kicsit nekem is nehéz. Van bármi, még szeretnél elmondani, akkor nyugodtan.
nem igazából ez az üzenet volt nagyon fontos ez, hogy mindenki mindig gondoljanak arra, hogy tényleg kik is akarnak lenni, hogy mit is akarnak elérni az életben, és hogy mik a céljaik, és hogy nem kell ehhez rosszul érezni magukat, meg nem kell ehhez úgy érezniük, hogy most nem találják a helyüket. Ezt tulajdonképpen támogatom. Még egy kérdés eszembe jutott nekem ez alatt, hogy azzal, hogy te ezt az egész Instagram, meg YouTube, meg minden dolgot így a nagy közönségnek csinálod, nincs rajtad túl nagy nyomás, meg egy ilyen kicsit ilyen megfelelési kényszer ezzel kapcsolatban? Még ez szokott lenni a hátulütőjel szerintem, hogy így nagyon az van benned, hogy nagyon meg kell felelni, és nagyon jól kell csinálni, és így esetleg fennel a veszély, hogy emiatt ugye neked benetted az egész. Erre van egy nagyon jó módszerem, de amikor úgy érzem, hogy nagyobb lesz a nyomás, akkor kiteszek magamról valami nagyon durvát, vagy hogy úgy nagyon durvát, hogy valami tényleg, amit amúgy elfednénk, hogy most éppen nem tudom, én ilyen-olyan gázdolgot csináltam. Tipikusan az az ember vagyok, akit akkor vesznek mondjuk észre, tényleg a metrón a bárhol, ha mondjuk éppen hatalmasat felnyalom a földet, vagy éppen nem tudom, tiszta csoki a szám, és akkor így nem tudom, valami ilyen. A múltkor tényleg az volt, hogy épp ettem az almámat, és akkor itt tele volt tényleg a szám almával, és így odajöttek hozzám, hogy így durjé, meg így. És én nagyon figyelek arra, hogy ezt is megmutassam az embereknek, és ettől kicsit úgy érzem, hogy ha ezt megmutatom, akkor... És ez benne van a csomagban. Ez is én vagyok. Akinek ez nem tetszik, annak nem kell itt lennie. De ezeket nagyon fontosnak tartom megmutatni, mert ez is az életem része. És a barátaid mit szólnak az egyébként, hogy te így elkezdted így a dolgaidat lényegében kirakni a netre? Hogy most is például, hogy ilyen lecsakoltuk a szoridat, hogy miért ide jöttünk, hogy most is kiraktad, hogy ide jössz hozzánk, így jössz a kávéra. Hát egyrészt végtelenül támogatóak, és ez nagyon-nagyon jó esik, hogy abszolút képben vannak. Másrészt viszont arra nagyon figyelek, hogy megmaradjak a való életben is, tehát hogy a telefonomat nem csekkolgatom a legjobb barátommal, vagy a kecska barátaimmal, hogy tényleg nem mászok bele állandóan a kajákba, és akkor fotózom le azt, hanem nagyon fontosnak tartom a minőségi időtöltést is. Illetve nyilvánvalóan meg szoktam kérdezni, figyelj, ezt kitehetem rólunk, vagy hogy ez így neked rendben van. Tipikusan ebben a tesóim kardinális kérdések, hogy éppen a igenis írt ki, hogy hány éves csajok jelentkezzenek, vagy pedig, hogy úristen, ezt kineted, mert akkor én kiteszek rólad valamit, szóval, hogy azért ez így nagyon fontos pont. Miért pont ebbe az irányba szeretnél menni meg? Milyen a kapcsolatod az egyetemmel? Esetleg ez? Én nagyon-nagyon sokat kaptam, és az egyetemtől is nagyon sokat el is vett. És ezzel együtt is nagyon hálásan gondolok rá, mert úgy gondolom, hogy részben az, hogy elvett, arról én is tehetek, mert hagytam, hogy elvegyek. De például a legjobb barátomat ott nyertem, ami már most egy nagyobb ajándék, mint hogy bármit reméltem volna, vagy soha nem számítottam erre tényleg, hogy gyakorlatilag egy családtagot kapok általa. És egyébként az a közösség is, aminek a része lehettem, az egy fantasztikus csoport, ez egytől egy végtelenül támogató közösség. Nevelt emberileg is az egyetem, megtanított küzdeni, úgy gondolom. Jó sokat tanulhattam, szerintem, úgy érzem. Tehát összességében hálás vagyok, és tényleg azt gondolom fontosnak, hogy az ember úgy álljon ehhez hozzá, hogy ne hagyja, hogy tönkre tegyen, mert azért tönkre is tudhatod, hogy... És az ilyen hallgatói közösségekben, ilyen csvenhökben mennyire voltál aktív, hogyha mennyi voltál egyáltalán? Ajaj, jönnek a vallomások, nem voltam benne. Nem, mindig úgy voltam vele, hogy úristen, annyira durva lesz az egyetem, hogy emellett én nem merek bevállalni semmit, és gyakorlatilag első évben azt hiszem semmi plusz tárgyat fel sem vettem ilyen szabadon választott, ilyenek én nem jártam latinról sem, mert annyira féltem attól, hogy nekem ez nem fog sikerülni. És például ez is az, amit mondok, hogy az, hogy hogy állunk hozzá, ez egy baromi nagy kulcskérdés, és gyakorlatilag harmadév végére, meg a farmakszió után negyedév végére nyílt ki a csipám, hogy úristen, lehet el fogom végezni, és akkor így már tök jó, hogy így negyedév végére rájövök, hogy egyébként lehetne egy kicsit néha élni is. Hát ez előtte nem annyira jött össze. És miért pont, én hiszem azt mondtam, hogy Belgyújról válsz visszajelzés, hogy miért pont abban az irányba szeretnél elindulni? Mert rájöttem, hogy ez pontosan az, amit egyébként csinálok. Tehát, hogy holisztikusan úgy egybe szemlélem az embert, nem az, hogy egy kis testtájra fókuszálok rá, hanem tényleg úgy összességében nézem, keresem úgy az összefüggéseket is, és tényleg nem hagyok ki se testet, se lelket, se semmit, tehát, hogy tényleg benne van a pszichológia is,
benne van a hosszú távú követése is, és tulajdonképpen most blogolás terén is nagyon sokszor ezt csinálom, hogyha megkeresnek egy-egy problémával. Nyilván egyrészt elmondom, hogy nem diagnosztizálok interneten keresztül, és tényleg nem teszem meg, hanem kizárólag ötletet adok, hogy milyen irányban mit érdemes megnézni. És ez pontosan ezt kell, hogy tényleg egyben, hogy én akkor megkérdezem, hogy tényleg az életem, hogy milyen stresszfaktorok, hogy érzi magát. A többi problémája egybe, és ezt nagyon fontosan tartom, hogy tényleg ne csak arra fókuszáljak, hogy most akkor a fülek közepén egy kis sporthoz hogy hozom, vagy nem tudom. És akkor, hogy jól értem, akkor ebben nekem nagyon fontos az, hogy ténylegesen emberi kontaktban legyen az adott páciensel. Igen, én imádok kommunikálni, ezt nem tudom, hogy te is, és imádok így magyarázgatni is, és nekem ez egy hatalmas sikerélmény volt, amikor például most bárgyógyászok gyakorlaton pont ott, ahová jelentkeztem most rezidensnek. Egyszerűen tudtam például egy néninek is legalább az ő nyelvén elmondani, hogy most akkor körülbelül mi a helyzet, mit szeretnénk nála elérni, mik a célok, és annyira jó volt az, amikor hálás volt, hogy megértette, hogy hálás volt, hogy többet tudott az állapotáról, hogy nem volt ez a bizonytalan félelem, hogy most akkor mi fog történni holnap. Sok sikert neked! Köszönöm, köszönöm neked is! És köszi szépen, hogy vállaltad! Én köszönöm!